Krisztián! Oszta! Krisztián! Súlyos dolgunk! Vagyis sürgős dolgunk van! Jaha! Azt kell csinálnod, amit én mondok neked! Szállj be! Jó, vesztettél! Mi a tűcsalás? Ennyi voltál, csicska! Beszállsz! Végre levertem! Juhú! Akarok még mutatni neked valamit, mielőtt elkezdjük a nagy kihívást. Igen, de nem érdekel, mert már elkezdődött, úgyhogy Krisztián, szállj be a kocsiba, gyere! Nem, nagyon izgalmas, gyorsan, még ezután kezdjük. De azt csinálod, amit én mondok, mert meghalsz különben! Szállj be! Azt mondtam, hogy szállj be! Azt mondtam! És de én parancsolok! Nem kezdődött el! Nem érdekel, mi kezdődött el, én parancsolok ebben a videóban, úgyhogy szállj be a kocsiba! Ha 5000-en lájkoljátok ezt a videót, egy nap alatt körbe megyünk a sziget körül motorcsónakkal. Na, mit szóltok? Azt hagyd! Hát úgy, hogy szeretnénk egy motorcsónakot, és körbe megyünk a sziget körül motorcsónakkal. Na, látod? Nem baságát, és akkor... Sőt, nem is motorcsónak, körbe hajózzuk a szigetet. Oké, és gyere utána, Máté, gyere csak, mutatok egy titkos... De Krisztián, nem te parancsolgatsz most mutatok nekem! Mutatok egy titkot! Nem te parancsolgatsz most nekem, megértettük egymást! Mutatok egy titkot! Itt, remélem itt lesz a titok. Na! És eredetileg itt kéne legyen a titkos autó, ahol most jelenleg ezen a szent helyen. Van itt egy titkos autó! És egyik nap itt volt. És most nincs itt ilyen mini, ilyen sprite-os kocsi. Na, srácok, itt kéne legyen a titkos kocsinak. Majd a következő részben is megnézzük. Hogyha 5200 like is meg lesz egy nap alatt, akkor megkeresem azt a titkos kocsit és megmutatom. Jó. Náló, srácok, ez itt egy újabb GTA-os videó! És ebben a videóban a Krisztián azt csinálja, amit mondok, úgyhogy szállj be, Krisz! Akkor most indul! Mostantól okay. Azt csinálom, amit te mondasz! Oké, okay, na! Szóval, srácok, volt ugye egy ilyen videó, tudjátok, Krisztián, ugorj ki! Na, szóval volt egy ilyen videó, oké, okay, szállj vissza. Volt egy ilyen videó, srácok, amikor azt csináltam, amit a Krisztián mondott nekem, és nem szabadott meghalnom. Na, most a Krisztiánnak az a célja, hogy minél többször meghalljon. Az a célom, hogy minél többször meghallja. Úgy kell csinálni a feladatokat, hogy minél többször meghalljál. De most nem szóltam, hogy ez egy két csicska. Ez az, már egyszer meghaltam. Jaj, ne kergetnek a rendőrök, gyorsan! Dobd le magad egy gránát. Hogy repülj ide! Repülj rá az autómra! Úgy csinálj! Úgy csináld meg! A francba! A francba nem sikerült, de majdnem! Ugye tudjátok, hogy volt az a videó, amikor nekem kellett feladatokat csinálni, és Krisztián őrült! Elkíbesztő feladatokat adott nekem. Ugye abban a videóban mondtuk, hogy én is csinálok majd egy ilyen videót. Lőd őket gránátvetővel! Jaj, de az hogy kell? Akkor valami gránáttal. Itt van Sticky előttünk! Bomb. Ott van előttünk! Oké. Hogy kell felrobbantani? Robbansd fel! Valamelyik analóg izével ott a jobb, vagy bal. Ez az felrobbantotta! Az a szép volt! Krisz, ott elfeláll egy antenna, látod? Hol? Rossz felé. Aha. Jaj! Szállj ki és javítsd meg, amíg én elbánok a rendőr. Jó. Jaj, ne! Francba! Tönkre ment a kocsi! Oké, és megjavítom. Én elővözzetek már, hogy meritek! Jó, felrobban. Melyik antenna van elállva? Ja, ez jó van, akkor megjavítom. Igen, és meghallok, ezt nem hiszem el. Nézzük meg, hogyha hogy javítod meg az antennát. Hülye barom, minek szállsz le vissza? Menj már föl! Hülye barom, nem bírok fölvenni! Menj. Menj oda fel, szerintem úgy lehet megjavítani a legjobban, hogy lelövöd a rendőröket. És megadja magát, ezt nem hiszem el. Most már nem fognak kergetni a rendőrök, kicsit nyugisabban tudunk létezni, Krisz, jó? Melyik antennát kell megjavítani? Ezt, amin itt voltunk az előbb, itt vagyok. Oda, azon a lépcsőn? Igen, és a másik oldalra megy fel. Jó, másik oldalra megy. Tanultam az antenna javító iskolában, hogy úgy lehet a legjobban megjavítani, hogyha két oldalról elkezdjük lövöldözni. Ha
nem tudtuk megjavítani francba Krisztiánát. Olyan béna, hogy nem bírod teljesíteni a feladatokat. Na, Krisztián, Simon mondja, azt kell játszani, jó? Oké. Na, oké. Simon mondja, fuss 10 kört. Így körbe. Egy. Kettő. Három. Négy. Nyolc. Kilenc. Tíz. Oké. Na, most googolj le. Vagyis sneakelj. Hey, nem mondtad, hogy Simon mondja, te kis szar. Ezt neked kell mondani, te barom. Akkor én nem mondtam. Most válts pisztolyra. De nem érted a Simon mondjának a lényegét, te barom állat. Nem, mi az? Hát mondasz valamit, és nekem azt kell csinálnom, nem, te barom. Nem, hogyha azt mondom, hogy Simon mondja, akkor ne lőj le, ne lőj le. De most nem mondtad, hogy Simon mondja. Mondja, ne lőj le engem. Jó. El kell kapnod engem most, mert mielőtt kiérek az úthoz. Hát jó, de nem mondtad, hogy Simon mondja, akkor most nem kell csinálnom semmit. Hát jó van, de már vége a Simon mondjának. Ezt a pancsert, nem tudsz feladatokat adni normálisan? Kapsz egy könyvállátot? Krisztián, szerez egy autót, hozz ide. Mi ez? Megy le az életem, mi a szar? Könygránát. Hát a könygránátom én halok meg. Na, vége a Simon mondjának, na. Okay. Szerezz egy autót és hozd ide. Na, most jönnek rám a rendőrök. Ezt a barmat. Na, szerezz egy autót és hozzon ide. Oké, okay, és már is remélem, hogy milyen jó autót. Már is megyek, főnök. Jön már egy kis autó. Na, végül. És elkanyarodik a másik. Ja, nem, jó van. Oké. Okay. Hé, jó napot, uram. Oké. Okay. Na, és akkor most... Ja, jön ez a csicska, na intézd el a valagát. Intézd el a valagát, próbál elfutni. Gyönyörű, azaz. Oké, na. Kérek egy fuvart, várjál, mindjárt bejelölöm a térképen, jó? Jó. Oké, csak kell menni, kéne menni, mert már itt vannak a rendőrök. Ide. Oda kérek egy fuvart. Lose the cops. Az a feladatunk. Lose a cops-t. Az a feladatom, hogy rázom le a rendőrök? Hát az, ott le van írva, hogy lose the cops, de lerázhatod, aha. És akkor jó. Utána menj a Destination-re. Nyugi, akkor itt még megyek egy kicsit, hogy nehogy megtaláljanak. Krisztián, okay. Eddig egész jól teljesítesz, azt kell, hogy mondjam. Eddig 5/10 a teljesítményed. Jó, most észre fognak venni, te pancser. És pont lerázhatod. Ez az, leráztam, profi vagyok, na. Ja, okay. Nagyon. Na, oké, okay. Na menj vissza oda a Destination-höz. Jó, már is indulok, Máté. És háromra ott vagyunk. Egy, kettő, három. Na, és itt volt a Destination. Nem itt volt. De na, itt mindegy. Oké, okay, na szálljunk ki. Jó? És... Szállj be velem a repülőbe. Mondom a feladatot. Az lesz a feladatod, hogy ki kell ugorj, és megpróbálok elkapni a repülővel. Hú, ez izgalmas lesz, srácok! Lájkoljátok a videót, ha még nem lájkoltátok. Ja, mert hogyha lájkoljátok, akkor körbe menjünk, körbe hajózzuk a szigetet. Ott ja, a szigetet. 5000 lájk kell legyen egy nap alatt, és akkor körbe hajózzuk a szigetet, és ha 5200, akkor megkeresem azt a királyautót, azt a titkost. Megpróbálok minél följebb menni, ahogy csak tudok, és... Hogyha egész elég magasan vagyok, akkor ki kell ugranod, és megpróbálok elkapni a repülőt. Jó, és akkor hát kinyitom a ejtőernyőt, nyilván nem, mert akkor igen, és a tetején kell landolni a repülőnek. Jó. Oké, és ez nagyon izgalmas lesz, áztaromát! Ja, ilyen vérfarkasos időben! Szerint ez sikerülni fog, Máté? Szerintem. Az elég durva, az fit lenne, nem? Az elég durva dolog. Hát igen. Ha kinyitod az ejtőernyőt, úgy az egy kicsit könnyebb lesz szerintem. Ha visszakanyarodok az eredeti irányba, hogy ne legyen alattunk hegy, könnyebb. Nagyobb legyen a távolság a földtől. Ugorj! Jó. Megyek feléd! Oké, és? Egy irányba menj! Egy irányba megyek. Hol vagy? Itt vagyok a nagy szivárvány színű izével. De nem látlak! Te bajna. Itt most mentél alattam, vagy fölöttem. Alattam mész 200 kilométerre, te barom. Úgy annyival alattam, vagy, mint igen. Az állat. Várjál! Nyugi! Ne kanyarogj, mert csak rosszat teszel azzal! Nem kanyarogok, hát egyenesen megyek! Ott vagy felül! Nyugi, elkaplak, Krisz! Mit csinálsz? Hát muszáj kanyarognom, mert nem lehet egy helybe menni. Vagy egy helybe maradni. Jó, de egy nagyobb ívet tegyél, és akkor egyenesen ide tudsz jönni. Meg... ott vagy! Francvány! Jó, szemzel. Majd visszafele, ne kanyarodj el, hanem visszafele, gyere! Ugye egyszerűbb, mert én is látlak téged! Nyugi. De már megint mögém megy, ez a barom. A fölötted vagyok? Alattam, nagyon. De ne, menj, szemből gyere, akkor én is látlak. Megpróbálok.
Ne! Francba, ezt nem hiszem el! Nyugi Krisz, felszedlek, hol vagy? De mondanod kéne nekem a feladatokat, te barom, nem repkedni. Oké, csak hát most ez volt feladat, hülye és most barom. Csináljunk. Na, Krisz, vedd át a helyem. Jó, hol? Ha jó, akkor gyere ide. Mi a kidob a GTA. De még itt üsz benn. Krisztián, itt vagyok. Oké, és várjál, hadd nézzek még meg valamit. Hogy még benne ülsz itt a repülőgépben. Várj, oda megyek hozzád én. Oké, Máté még itt üsz benne a repülőgépben, látod ott saját magad. Tényleg? Aha. Gyere ide, Máté, nézzek. Jó, akkor ne veszíts szem elől, nehogy eltűnjek. Jó, itt állok mellette, itt állok, felállok a repülő tetejére. Ez a feladatod, hogy ne veszíts szem elől, őrizd a testemet. Oké, és? Igen, most vissza kell mennem a testembe, a lelkemnek. Ja. És ezt egy fehér sportkocsival teszem meg. Igen, mert időutazást hajtottál végre, és hogy a két testnek találkoznia kell egymással. Igen. És hogy így összeolvadjanak. Na. Hagyjál Agent ULP, most nem érdekelsz. Most egy dolog érdekel, hogy a Krisztián teljesítse a feladataimat. Ami az, hogy... 3x4! 12. 40x12. 120, 480. 134 milliárdszor 440. Aj, nem tudom, ez kell számolni. Ott ülök benn! Akkor tényleg ott vagy! Muti magad! Hey! Mi mutasd a franc? Mutasd, és nem a másik rúl. Kiszáll! Kiszáll! És elkezdett futni! Fos! Kapjuk! Ne öld meg! Hülye barom! Hagyj békén, hagyj békén! Most miért ölted meg? Most mi onnan tudjuk, hogy mit akart volna mondani nekünk? De ez mi a ez mi volt? Haj, de megijedtem, ez nagyon ijesztő ne, volt! Srácok, ez nem. Kuzin a démon! Takarod a démon! De ez mi a szar? És az arca is ugyanolyan, mint az enyém? Máté, gyorsan FPS-be! Ez az én testem! Máté, gyorsan FPS-be válts át! Srácok, ti most biztos azt hiszitek, hogy mi ezt csak megjátszottuk, de nem. Hát hogy játszunk meg, hát itt van. Mátét kidobta, és itt maradt a teste, és amikor a Máté a másik teste ide... Hát már egybe akart veled válni, ahogy mondtuk. És azért szállt ki. Krisztián, el kell tüntetnünk a holttestet. Oké. Hogy kell felszedni? És ehelyett csinál még egy holttestet! Hát eltüntettem ő. Ja, mert neked mutatja a holttestet? Ez a legbizarabb ez dolog nem volt. Tudom mi a szar volt. Ez nem ilyen izé volt, ilyen Terminátor, hogy így bebagolt a játék, és így megpróbált ki az a mesterséges intelligencia, megpróbált így kiszabadulni a való világba. Hát hogy tudott volna, látod? De jó, hogy megöltem, mert meg tudtam állítani. Krisztián, tíbegeld. Tíbegeld ezt a hullát. Azaz, tíbegeljük a hullát. Hát ez elképesztő tíbeg, Krisztián. Ez nem tudom mi a szar volt, de ez valami én ezt okay, nem gondoltam, hogy ilyen megtörténhet. Meg na. Kell lőd a saját lábujjadat pisztolyjal. Oké. Okay. Na meg tudod csinálni? Mindjárt megnézzük. Á, nem tudom, nem bírom oda levinni. És a FPS-be se? FPS-be se, igen, úgyis próbáltam. Aha. Jó, akkor meglövöm én. Jó. Vagyis ne. Nagyon fáj. Nagyon fáj. El kell kezdődjenek az akciók. Okay. Szállj be a repülőbe! Beszállok melléd, oké. Okay. Minél magasabbra repülj fel. Elmegyünk a városba, és kiugrunk a legmagasabb épület tetejére. Landoljunk. Ja, ott kell landolni? Igen. Krisztián, ott vagyunk már. Azért ne tartsam már egy évig. Az én karakterem az borzasztóan tud repülőt vezetni, bacs. Igen. Hát nem az erőssége, hanem minden ja. Más. Jön fel a nap, úgyhogy Krisztián, el kell mennünk reggelizni is. Oké, és de még mielőtt megyünk a legmagasabb épületre, vagy miután? Miután mentünk a legmagasabb épületre. Oké, és ja, de milyen fura néz, itt van oldalt, ez a kerek tetejű. És az magasabban van majdnem, mint ez a legmagasabb épület. Hát majdnem, szerintem. Még lehet magasabban is van. Á, biztos nem. Oké, nem sokára ott vagyunk, Krisztián, eddig jól végzed a dolgodat. De már nagyon fenn van a nap, már nagyon karag a gyomrom, azért kicsit siethetnél. Jó. Oké, mondom, hogy mikor ugrunk. Jó, még menjek akkor följebb egy picit. Mondom, hogy mikor ugrunk, és ki kell nyitni az ejtőernyőt. Ha jó. Van ejtőernyőnk. Oké. És mehet! Juhuuu! Oké. Kinyitottam.
Oké, és rá kell irányítani. Oké, és az annak a tetejére kell leszállni. Jó. És aki előbb leszáll, az a zsírkirály, mester. Csaló, de te egybe tudtad. Bele a piros karikába, tökélet. Elcseszem. A LB-t meg az RB-t kell nyomni egyszerre. És akkor tudsz így leszállni. Ez mi volt? Gyönyörű volt. Oké, okay, Krisz. Aki előbb elhagyja ezt a piros karikát, az ugrik le először. Jó. Verekedni kell, és aki előbb elhagyja ezt a piros karikát, az ugrik le először. Oké, és? Mert! Ne ülj meg! Jó. Ne ülj meg! Jó, te győztél! Ez az! Jó. Oké, te győztél, oké. Jó. Na, szóval, állj oda ki, arra a háromszögre. Erre itt? Igen. Várjál, felveszem a ejtőernyőt. És? Megtámadott! Oké, na most lent fogok újraéledni. Oké. Megnézem, hogy lezuhansz, és ide hozzám zuhany. Jó? Látsz jó, engem? Jó, de akkor ne nyissam ki ejtőernyőt. Itt, ide hozzám zuhany, látsz engem? Hát látom, hogy hol van a térképem. Ne nyissam ki ejtőernyőt? Ne, ide hozzám zuhany. Az a lényeg. És jöhet! És a busznak a tetejére, a hülye barom! És a busz ez lesz a szarja, megy tovább. Hányra pontozod? Hányra pontozom? Ez 40. Ez jó, nagyon jó volt. Na, Krisztián, ellopom ezt a buszt. Jó. Oké, okay, te is lopjál egy buszt. Itt okay. Van mögöttem. Jó, megyek. Hülye barom, szállj itt, már itt, be. Itt. Jó. Oké, okay, gyönyörű. Már rúgtam. Azaz. Gyere utánam. Jó. Megyek. Ez az! Busz squad! Let's go, busz squad! És most el kell álljuk az utat! Az egész jó. Utat! És most nem tudnak elmenni a kocsik! Ha-ha. És minél nagyobb sort kell itt összegyűjteni, amíg... Hát de nem is jön erre senki! Amíg megadom a következő feladatokat. Oké. Okay. Nem jön erre senki! Dehogy nem! Föl tudunk ugrani a tetejére? Nem. Várj! A kocsiról! Oké, okay, fel tudtam. Na vajon mennyi idő, vagy mennyi autó fog itt összegyűlni? Oké. Okay. Hát, na szóval, Krisz, van a következő feladatod. Jó. Az a feladatod, hogy csinálj egy táncot, és pontozom. Mi ez néptánc? Na ez volt. Szerintem ez egy olyan... Kettő! Megőrültek! Felugrott! Aztán! Jaj, eltolnak! Mi ez az őrült összefogás? Jaj, ne Krisz, nagyon eltolnak! Itt egy busz is! Veri meg mindenkit, akit érsz! Oké! Észállít! Azaz, minél több embert veri meg! Megverem őket! Hé, hey, elszöknek! Szállj ki, te csicska! Hülye barom! Szétrugom a fejed! Oké, okay. Én addig szerintem megszerzem okay. Azt a buszt is, és megpróbálom ide beállítani, hogy ne tudjanak itt elmenni, mert itt is elmennek. Hol van ez a barom busz? Össze is... Leszed a buszról! Ez a barom áll! Jogi át, én megmentelek! Hé! Hey. Engedj vissza buszra! Hülye barom áll! És beül az ülésbe! Na, leszáll a busz, leverem! Te. Azaz, verd meg! Azaz! Szép volt, na én is leszállok! Kicska! Várj, én is adok neki egy kicsit! Az, szép! Elütöttek! Jaj, ne lövök a rendőrök! Mi ez? Lövök a rendőrök! Gyorsan! Verd meg a rendőrök! Jó, én már egyet megvertem! Krisztián, védj meg engem! De lelőttek és arrébb élettem föl! A francba, én is meghaltam. Most, hogy vége van ennek az őrületnek.
tudod, hogy vannak azok a rendőrök, akik így elirányítják az autókat így az utca közepéről? Mhm. Na, gyere, állj be ide. Az a forgalmi rendőr. Forgalmi rendőr. Gyere, állj be ide, és játszd el a forgalmi rendőrséget. Addig én nézlek. Oké. Ott mehetsz arra. Hey! Végzem a szolgálatomat. Arra mehetnek, uraim. Jól van. Mehet tovább arra. Önök meg mehetnek arra. Mehet arra, uram. Nem kell megállnia. Helye, barom. Oké. Köszönöm, szerzek egy matrot. Itt van. És gyere. Szállj fel. Elviszlek a legkirályabb helyre, ahová csak mehetünk. Krisztián, a menőségedet kicsit fel kell tolni, úgyhogy vegyél fel egy napszemüveget. Tuningoljam fel a menőségem? Aha. Én is feltuningolom a menőségemet, jó? Feltuningoltam a menőségemet. Jó napot! Jó napot, kedves uram! Kedves uram! Éj, lapja stílusom, na nem baj. Kimegyünk a partra, és ki kell úsznunk a cápákhoz. Itt van, na nincs cápa. Nincs cápa. Hát már megnéztem. Mi az a gyár? Hogy lehet ilyen bén a gyárad? Hú, kamion, ez tökéletes! Pont akartam hozni egy kamiont. Na, Krisztián, itt kirángattam a kamionost. Szállj be, vezess! Majd megverem a kamionost, gyönyörű. Úgy kell elmened engem, én vagyok a szállítmány, hogy ne essek le. Jó? Igen. Ki kell mennünk oda a tengerhez. Én vagyok az értékes szállítmány. 100 milliárd dollárt! 100 milliárd dollárt érek, Krisztián, ne, ha leejtesz! És tönkre megy az életem, akkor megbüntetnek 100 milliárd dollárra, és az életeddel kell fizetni érte. Jó. Hát ez egy kicsit nehezebb lesz, mint gondoltam. Várj, ide megyek, és akkor így, hát, így jobb lesz. Na? Sikerül? Hát ez így nem megy, francba, ezt nem hiszem el. Na várjál, Mr. Szállítmány. Jó. Szálljon be, Mr. Szállítmány, itt nagyobb biztonságban van. Oké, okay. Állj meg! Látod azt az embert ott a járdán lent? Igen. Azt mondta, hogy a terem buráját nekem. Úgyhogy szerintem megérdelem egy-két golyót a fejébe. Hú, ebben az elegáns ruhádban tökéletesen festesz, Krisztián. Na, lelőttem. Na, mehetünk. Ha megválaszol ezt a kérdést helyesen, akkor megnyerted az egész játékot. Mit szólsz? Jó. Mi az? Feldobod semmi, leesik víz. Mi az? Esőtánc. Milyen esőtánc? Hát esőtánc. Dobsz egy esőtáncot és leesik az eső. Olajfúrókút, ott volt. Na, Krisztián, szállj ki és szállj be ebbe a kamionba. Kukás autóba? Mi a kamionba, barom? Szállj be kukás autóba. Oké, okay. Szembe egymásnak kell menjünk, Krisz. Jó. És próbálj meg legyőzni engem egy kamion harcban. Ráááá, miért van ilyen forróság, hát csorog rólam a víz. Na, mehet! Győzz le! Nem tudsz legyőzni? Hát ez a kamion ez sokkal nagyobb. Mi ez az olajforró krit, Kriszt? Adj olajat, köcsög! Ez a mexikói csávó itt, ez beszólt nekem, verd meg. Oké, okay, melyik az? Ez itt. Hol van? Jaj, ne! Nyugi! Mi a szar? Boom! Ez az. Kapott egyet a tarkójára. Azt a... Jaj, ne támadnak a barom, előrült rendőrök. Azaz! Lopd el a rendőrautót! Áll előtt shotgunnal, ezt nem hiszem el! Miért buffolták ezeket a rendőröket? Hát azonna megölni. Hát ezt nem hiszem el. Aj. Egy utolsó feladatod van, még a tengerhez kimegyünk, és akkor megmutatom, jó? Jó. Miért 30 FPS-en megy a játékom? Ugor ki! Oké, itt vagyunk a tengerpartnál. Azt kell csinálnod, hogy ellopod azt a jetskit ott. Itt is van egy. Jó. Hát a sárgát mondtam amúgy, mert az fehérre én néztem ki magamra. Ott egy fekete. Is. Ja, ott egy fekete is. Oké. Hogy megy az csávó? És most jetski trükköket kell majd bemutatnod, Krisztián. Mutasd be jetski trükköket. Itt van ez a hülye kopasz. Csávó, az lesz a jetski trükköm, hogy kinyírom azt a csávót. Azaz, üsd el! Üsd el a csicska csávó! Ráugratok fejére! Ott is jön egy! Nem tudok összeütközni a pancserekkel, igaz már? Hogy lett ilyen bénám? Az A-t nyomod, akkor gyorsabban megfordul. Új, de szar ez a jetski, nem ez mondod. Ez borzasztó fos! Nem hiszem el! És egy picin múlott!
Francba van. Az a jetski trükköd, hogyha lelököd azt a sárgás jetskist a jetskijéről, akkor megnyerted a, az egészet. Nekem meg azt a ezért kell lelöknöm. Ööö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 
volt. Ez az, lelöktem én is, let's go! Ez az, oké! Okay. Hol vagy? Hú, de elsodort téged a tenger. Álljunk meg! Na, szóval. Viszont itt leszek, nem megyek sehová. Úsz le. És nézd meg, mi van a tenger alján. Jó. Uram, atyám! Mire vállalkozott ez az őrült? Jogi, lemegyek, megnézem, mi van a tenger alján. Úsz gyorsabban! Úsz már! No! Még sehol sem látom az alját! Ne, Krisztián! Felviszlek, nyugi! És eltűnt! Átvert az ökör! És belehalok! Számszem el! Jó van, mamaika! Menj a felébe, te! Aj, 38 fok van itt, vagy szerintem 48 inkább. Na ennyi is volt ez a videó, srácok, reméljük, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor biztos az is tetszeni fog, amikor a Krisztián nekem adott őrült feladatokat, illetve az is, amikor fogócskáztunk a GTA 5-ben. Nézzétek meg ezeket a videókat is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!